Szeretettel üdvözlök ismételten mindenkit, és a ugye egyház történelmi kalandozásaink során eljutottunk ahhoz a részhez, ami tulajdonképpen az egész újkori történelmet meghatározta. Hát tudjuk, hogy a civil történelemben az újkort ugye Amerika fölfedezésétől számolják. Az egyháztörténelemben egy kicsit másképp, mert a reformációtól, ugye 1517-től számoljuk az újkort, de minden esetre szóval az új világrészeknek a fölfedezése, az európai embernek ez a hatalmas nagy ugye, látókör bővülése, továbbá hát a gazdaságnak a fölvirágzása az új világrészek kincsei révén, és hát mondjuk ugye ki, hogy a új világrészek és nemzetek gyarmatosítása és leigázása révén is, ugye hát fölvirágzott nagy mértékben, és hát természetesen, hogy ezek a nagy fölfedezések a keresztény hitnek a terjedésére is lehetőséget adtak. Hát ugye elsősorban a történelmi fölfedezésekben ugye a két katolikus nagyhatalom jeleskedett, Spanyolország és Portugália, sőt, hát versengtek is egymással, olyannyira, hogy 1493-ban a ugye hírhet hatodik Sándor pápa, ugye az Alexandra Borgia, az pontosan meghúzta a határvonalat az Azori-szigeteknél, hogy ugye annál nyugatabbra eső területek, azok majd Spanyolországhoz fognak tartozni, amiket ott fölfedeznek, és az annál ugye keletebbre eső részek, azok Portugáliát illetik meg. De ugye ez a Sándor pápa itt elsősorban nem a kincsekre gondolt, nem a nyersanyagra, és nem ugye hát a európai nagyhatalmaknak a gyarmatosító tevékenységére, hanem arra gondolt elsősorban, hogy a keresztény missziókat ugye ezeken a vidékeken majd ezek a nagyhatalmak fogják pénzelni, támogatni és erősíteni. Aztán később ugye bekapcsolódnak a misszióba a protestáns tengeri nagyhatalmak is, mint amilyen Anglia vagy Hollandia, és hát ezek is nagy ugye sikereket érnek el a benszülött lakosságnak a misszionálásában. Említettük, amikor a jezsuitákról beszéltünk, hogy hát a legnagyobb jezsuita misszionárius, ugye Xaveri Szent Ferenc volt, aki hát egy szép reményű ifjúként indult, ugye a Párizsi Egyetemen, Loyolai Szent Ignácnak a szobatársa volt, nagyon büszke volt a tudására, a sikereire, és hát arra vágyott, hogy majd egy fényes egyetemi karriert fut be, és az ő szobatársának, Loyolai Szent Ignácnak egyetlen mondata, ugye rádöbbentette őt ennek a hiúságára, amikor azt mondta, hogy mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de lelke kárát vallja. És így lett belőle jezsuita, és aztán ugye hát a indiai, kínai, sőt a japán missziónak is az atya lett. És hát ami nagyon elősegítette az ő munkáját, a páratlan nyelvérzéke volt, tehát rövid idő alatt mindenfajta benszülött nyelveket meg tudott tanulni, és hát természetesen azért a Szentlélek is besegített ebben, úgyhogy időnként azt mondja, hogy valóságos nyelvcsodának voltak tanúi az ő hallgatói, tehát hogy ő is megértette őket olyan nyelven, amit nem tanult, és ők is megértették az ő szavait, meg egyébként is nagy csodatevőnek bizonyul, és hát az egyik levelében, amit térden állva írt haza a főnökének, Loyolai Szent Ignácnak, beszámol erről a misszióról, azt mondja, hogy ezen a vidéken portugálok egyáltalán nem laknak, mert a terület hegyes, kopár, szegény, itt a benszülött keresztények, akiket a papok magukra hagytak, semmi más nem tudnak, mint hogy ők keresztények. Nincs, aki a szentmis áldozatot bemutassa nekik, nincs, aki megtanítsa őket hitvallásra, mi atyánkra, az üdvözlégyre és a parancsolatokra. A gyermekek sem a zsolozsmát elimádkozni, sem enni, sem aludni nem hagytak, könyörögve, hogy tanítsam meg őket valami imádságra. Akkor megéreztem, ilyeneké a mennyek országa.
Mivel az ilyen istenes kérés istentelenség lett volna visszautasítanom, kezdve az Atya, a Fiú és a Szentlélek megvallásától, próbáltam megtanítani velük az apostoli hitvallást, a mi atyánkot, meg az üdvözlégyet. Nagyon tehetségesnek tapasztaltam őket. Ha lenne, aki megtanítsa őket a keresztény élet szabályaira, kétségtelenül igen jó keresztények lennének. Igen, szóval ma is látható Rómában, a jezsuita rend központi templomában, ugye az Il Gesù templomban, Xaveri Szent Ferencnek a jobb keze, amivel ugye hát sok száz ezer embert megkeresztelt. És hát ugye elsősorban hát Indiában apostolkodott, Goa városa környékén, aztán ugye hát átkerült ő Japánba is, illetve Kínába is, de Kínában leginkább az ő ugye rendtársa, a jezsuita Matteo Ricci tevékenykedett, és itten híressé váltak a jezsuiták az úgynevezett alkalmazkodó, vagyis akkomodációs módszerük révén. Tehát ők megpróbálták beépíteni a saját, ugye, vagyis hát a keresztény életbe mindazokat a benszülött szokásokat, amelyek nem álltak kifejezetten ellentétben a keresztény hittel. És emiatt hát más misszionárius rendek, mint például a ferencesek, vagy az ágostonosok, vagy akár a domonkosok, ugye sokszor rossz szemmel nézték az ő működésüket, és fel is jelentették őket, mert például a jezsuiták azok simán megcsináltak olyat, hogy a keresztség szertartásaiból elhagyták azokat a részeket, amelyeket mondjuk az indiaiak vagy a kínaiak visszataszítónak találtak. Például ugye, ami a régi rítusú keresztelésben megvan, hogy a nyállal való érintés, ugye, tehát a megnyálazott ujjal a fül, meg az ajak megérintés, hogy az efeta szertartás, amit ugye az Úr Jézus is a süketnéma meggyógyításakor alkalmazott, vagy például különösen azt, hogy egy férfi pap mondjuk meg kell, hogy érintse a női keresztelendőnek például a homlokát, illetve hát meg kell, hogy kenje őt a mellén és a hátán, tehát ezeket ők, vagy például a keresztelendő arcába lehelést, például az ilyen rítusokat az ottani népek nem értették, és hát megalázónak, vagy valamiképpen ugye nem illőnek találták, és a jezsuiták ezeket elhagyták. Aztán pedig például simán ilyen dolgokat elfogadtak, hogy a Konfucius tisztelete, vagy például az ősök, a elhunyt ősöknek a tisztelete, bizonyos helyi ünnepek, illetve mondjuk külsejükben is igyekeztek az ottani helyi arisztokrácia ruhájában járni. Például Kínában ilyen mandarin ruhában jártak a jezsuiták, és mivel hogy észrevették, hogy a kínaiak, mint egy nagyon régi civilizáció, ami ugye hát a tudományban is azért előre volt, ezért megpróbáltak a matematika és a csillagászati tudásukkal tündökölni, és később, amikor mondjuk Kínába ki is tör az ellenreakció, tehát a kereszténység elleni ugye reakció, akkor azért megtartották a császári udvarban a jezsuitákat, mint ugye matematikusokat és csillagászokat. És hát például éppen a Matteo Ricci az nagyon híres könyveket is írt ezekben a témákban, tehát ezeket a tudományokat nagy mértékben fejlesztették. Japánban, ugye, ahol Xaveri Szent Ferenc ültette el a kereszténység magvait, ott eleinte nagyon nagy sikerrel indult a misszió, és még hát éppen egy olyan korszakban jutott a kereszténység Japán földjére, ahol a császári hatalom gyönge volt, és ilyen helyi kiskirályok uraltak mindent, és ezek közül sokakat sikerült megtéríteni, csak hogy aztán ugye a hatalmi harcok, amelyek kitörtek az egyes kis hercegségek között, azok visszaszorították a kereszténységet, olyannyira, hogy Japánban beindult egy ilyen nagyon erős
bezárkózás, tehát, hogy minden, ami Európából jön, az mind rossz és veszélyes, és a mi identitásunkat ugye súlyosan veszélybe sodorja, és ezért ugye a kereszténységet is ki akarták iktatni, úgyhogy minden külföldi papot, és hát eleinte persze csak azok voltak, japán papok, ugye így várni kellett még egy ideig, még hogy annyira kifejlődik a helyi kereszténység, hogy papok is kerüljenek ki közülük. Tehát a papokat kiutasították, és a japán keresztények több mint 200 évig ugye éltek, és adták tovább a hitüket, szentmise nélkül, szentségek nélkül és papok nélkül. Tehát ugye a keresztség az ugye megvolt nyilván, mert egy világi hívő is keresztelhet, házasság szentsége megvolt, mert ugye pap hiányában azért lehet csak két tanú jelenlétében is érvényes házasságot kötni. Imádkoztak, ugye, de mondjuk ami kifejezetten ugye a papi hatalomhoz kötődik, a szentmise, meg a gyóntatás, az ugye nem volt meg. És nagyon érdekes, beszámolnak, hogy amikor 200 év múlva föloldták ezt a blokkádot, és újra megjelentek a papok Japán földjén, akkor ugye hát olyan félve közelítettek hozzájuk, és állítólag három dolgot kérdeztek ezektől a papoktól, hogy lecsekkolják őket, hogy valóban katolikusok-e. Azt mondták, hogy hát ki küldött titeket, mert mi hallottuk azt, hogy van messze földön, a ti világotokban egy fehér ruhás ember, aki az egész egyházat irányítja, és tudjátok-e, hogy ki ő? És azt mondták, hogy jezsuiták, igen, ő a pápa, ő küldött minket. Oké, kettő, ugye oda vezették a jezsuitákat a szűzanya képéhez, és megkérdezték, hogy tudjátok-e, hogy ki ő? Igen, ő az Úr Jézus, a megváltónak az édesanyja. Nagyon jó. És harmadik kérdés, hogy hol vannak a feleségeitek meg a gyermekeitek? És az volt a válasz, hogy mi papok szerzetesek vagyunk, mi ugye nőtlenségben élünk, nagyon jó, akkor katolikusok vagytok, akkor elfogadjuk az igét, és elfogadjuk a szentségeket a ti kezetekből. Tehát ugye mindenképpen ez is egy szép példa arra, hogy még a látszólag lehetetlen körülmények között is van esély annak, hogy a kereszténység akár hosszú ideig is túlélje az üldözéseket. Eléggé brutális dolgokat csináltak, ugye a japánok azért tudnak néha kegyetlenek lenni, tehát keresztefeszítéstől elkezdve, ugye fejjel lefelé ugye lógatásnál, amíg ugye agyhutát nem kapnak meg, stb. Meg minden egyéb ugye dolog előfordult, vagy például egy időben mindenki, aki ugye a tenger túlsó partja, már ugye a kikötőbe ki akart szállni a tenger túlsó partjáról, annak az volt a belépő, hogy el kell, hogy tapossa a keresztet, a feszületet, hogy igazolja, hogy ő nem keresztény, és nem akar itt misszionálni. Szóval még ilyen körülmények között is túlélte a hit. Na aztán nézzük egy kicsit a világ másik részét, Amerikát. Hát elsősorban ugye Mexikóban volt nagy sikere a missziónak, és ugye ez ehhez kötődik a guadalupei szűzanyához is, az ő megjelenéséhez. Ugye ismerjük talán a történetet, 1531-ben egy helybeli indián, akit most már szentté avattak, Juan Diego, van egy vezeték neve is, de az annyira hosszú és bonyolult, hogy most nem próbálom kiejteni. Minden esetre a feleségével együtt ők már ugye meg voltak keresztelve, de hát még nagyon járatlanok voltak a hitben, és amikor egyszer ugye a Tepeyac domb mellett elhaladt december 12-én, akkor ott megjelent neki egy szép hölgy, megszólította őt a helyi indián ugye tájszólásban, és hát a püspökhöz küldte, hogy építsenek ott egy templomat az ő tiszteletére, és hát a püspök ugye nem hitt, hanem valami jelet követelt, hogy a Juan Diego hozzon valami csodás jelet, hogy valóban a szűzanya jelent meg,
és hát a szűzanya meg is tette ezt a jelet, mert a tepelyák dombot ugye gyönyörű kasztíliai rózsák borították, ugye, amelyek egyáltalán nem teremnek Mexikóban, hanem csak Kasztíliába, a püspöknek az ős hazájába. És akkor Juan Diego összeszedte ezeket a rózsákat, és betekerte a palástjába, az úgynevezett tilmába, ami egy agávé szálakból készült ugye palást, és hát így vitte a püspök elé, és amikor kibontotta ezt a palástot, ezt a tilmát, akkor ugye a rózsák kiszóródtak a püspök lába elé, és hát a paláston viszont ott maradt a szűzanyának ez a képe, a guadalupai szűzanya képe. És nagyon érdekes, hogy ugye az ilyenfajta indián tilmák, ilyen agávé, ugye kabátok, azok nagyjából 8-10 évet bírnak ki abban a nedves klímában, és ez a képmás, ez 1531 óta megmaradt sértetlenül, és teljesen ugye épségben. Aztán hát a vizsgálatok nagyon sok érdekes dolgot kimutattak, ez ugye mindenki utána nézhet, lehet ez egy külön ugye téma is, külön alkalom témája, hogy ugye például a szűzanya kék palástjának a csillagai, azok pontosan azt a csillagállást tükrözik, ami 1531. december 12-én volt az égen, Mexikó fölött. Vagy például ugye érdekes, hogy a képmásnak ugye állandó hőmérséklete 37 fok. Tehát egy emberi testnek a hőmérséklete, és az öve alatt, mivel hogy ez egy várandós asszonyt ábrázol, ugye a pulzus megmérték, hogy pontosan annyi, mint egy magzatnak a pulzusa például. Tehát lehet hallani a pulzust. Illetve például az, hogy nem fedezték föl, tehát senki nem tudja, hasonlóan, mint a torinói lepelnél, hogy ez a kép hogyan keletkezett. Nincs rá magyarázat, mert nem tehát semmifajta festékanyagot nem találtak, ecsetnyomokat sem találtak rajta, és úgy tűnik, mintha a kép lebegne valamiképpen az anyag fölött, tehát a agávé szálak fölött. És aztán hát nagyon sok minden baj érte ezt a képet, például volt Mexikóban ugye egy egyház ellenes szabadkőműves fölkelés, egy forradalom, amikor egy nagyon erős bombát robbantottak a kegykép közelébe, ami hát az egész oltárt ugye szétrombolta, és ráadásul még a vas oltár kereszt is így ugye meggörbült, és a képnek nem történt semmi baja. Vagy egyszer egy helyi mester ugye festette és restaurálta a kép keretét, és véletlenül a sav, amivel dolgozott, az kiomlott a képre, és nem történt a képnek semmi baja. Tehát ugye nem lehetett elpusztítani ezt a képet, és a mai napig ez a Guadalupe-i ugye kegyhely Mexikó városában, az hát a katolikus világnak egyik leglátogatottabb, leghíresebb kegyhelye. Aztán hát még nagyon sok minden érdekességet felfedeztek. Az egyik számomra legmegdöbbentőbb, hogy a mai modern eszközökkel megvizsgálták a szűzanyának a pupilláját. És ugye tükröződik benne a püspök, Juan Zumárága, aki akkoriban ott volt a püspök, aki hogy megdöbbenve nézi a rózsákat, és térdelve ott látszik a Juan Diego-nak a képmása, és még 13 más ember alak, akik ott jelen vannak. Tehát ugye, hogyha ez hamisítvány lenne, akkor hogyan lehetett 1531-ben ezt elérni, hogy egy kis pupillába belerajzoljanak ennyi apró alakot, és hogy gondoltak volna arra, hogy majd a 21. században ezt valaki kivizsgálja, és akkor azokat meg akarjuk győzni. Nem, nyilvánvaló, hogy ez lehetetlen, hanem tényleg, tehát valamiképpen a szűzanya szemébe, pupillájába megmaradt ennek a látnoknak, ugye az ő hűséges gyermekének a képmása. Nagyon sok minden más érdekesség is van. Elég az hozzá, hogy ennek a csodának a hatására a helybeli indián lakosok tömegesen elkezdtek ugye jelentkezni a keresztségre. Volt olyan nap, hogy több ezer indiánt is megkereszteltek, és azt mondják, hogy nagyon érdekes, hogy miközben Németországban 8-10 millió ember szakadt ki a katolikus egyházból, Közép-Amerikában ugyanannyit visszahozott a szűzanya megjelenése. Tehát ugyanannyi új hívővel gyarapodott a katolikus egyház.
És hát érdekes, hogy egyébként az a Tepeyak domb, ahol megtörtént ez a jelenés, az még régen, az a, ugye a pogány időben egy hely istennőnek, a kukoricaföldek istennőjének a szentélye volt, és hát ezek a azték, meg inka, meg egyéb istenek, ezek eléggé vérszomjasak voltak, ugye tudjuk, hogy ott emberáldozatokat kellett bemutatni, hogy legtöbbször ugye hát a hadifoglyokat szánták erre, hogy szépen ugye a piramis tetején volt egy szentély, egy oltár, és ott bizony hát az élő áldozatnak a mellkasát, ugye a azték pap ugye megnyitotta egy kővel, és az dobogó szívet kivette, és fölmutatta az isteneknek, hogy itt az áldozat, ugye most küldjetek esőt is, és adjatok termékenységet a földjeinknek. Tehát ilyen istenek voltak ezek, és most egy ilyen vérszomjas istenség helyébe mi jelenik meg? Egy édesanya, aki gyermeket vár, és aki azt üzeni ezeknek az indiánoknak, hogy most nem ezekről a ti vérszomjas isteneitekről van szó, akik csak akkor adnak nektek esőt, hogyha embervért látnak, hanem itt most az élet uráról beszélünk, és az ő édesanyjáról, aki titeket szeret, aki titeket gyermekeivé fogad, és aki a javatokat akarja. És ez döbbentette meg ezeknek az indiánoknak a szívét, lelkét. És egyébként ezt is körbeadom, hát nyilván mindenki ismeri, de jobban megnézheti. Aztán ugye Dél-Amerikában, hát láttuk ezen a képen, hogy hát itt az Andokban, ugye, hát igen, magas és úttalan utakon kellett ugye a misszionáriusoknak fölmászni, hogy eljussanak az ott az Amazonásba, meg az Andokba elrejtett ugye törzsekhez. És hát ezen a térképen pedig a zöld részeknél látjuk, hogy hol is misszionáltak a jezsuiták, a kapucinusok, a ferencesek vagy a domonkosok. És nagyon érdekes, hogy Paraguayban alakult egy ilyen úgynevezett jezsuita redukció, 30 ilyen, hát egyfajta TS, vagy mit minek is nevezzem, tehát egy ilyen gettó volt, ahol ugye, hát az indiánokat összegyűjtötték, de azért elsősorban, hogy megmentsék őket ugye a konkvisztádorok, a spanyol meg a portugál ugye katonáknak a kegyetlenségétől, mert hogy ezek a spanyolok, portugálok egyszerűen rabszolgákat akartak, kihasználták, becsapták, dolgoztatták ezeket a benszülötteket, és ugye sokáig az volt az érvük, hogy hát ezek nem is emberek, nincs is lelkük, hát lehet őket, mint igás állatokat használni, és ugye Rómának kellett nyilatkozni, hogy van lelkük, és igenis embertest, testvérként kell velük bánni, és igenis alkalmasak a keresztségre, meg a Krisztus életre. És hát a redukciók azok összegyűjtötték ezeket a veszélyeztetett indiánokat, és hát ugye ott ezek már ugye megkeresztelkedett indiánok voltak, tehát egy tanították őket a hitre, a katekizmusra, a földművelésre, írásra, olvasásra, sőt mondjuk megmaradt ilyen redukciókból a gregorián dallamoknak, a régi rítushoz alkalmazott gregorián dallamoknak a helyi indián nyelvű változata. Tehát, hogy ilyen is csináltak, hogy ugye énekeltették velük a gregoriánt, a római liturgia énekeit a saját nyelvükön. Egyfajta vagyonközösség is volt az őskeresztények mintájára, tehát volt valamennyi magántulajdon, de azért alapvetően ugye úgy működött, hogy hát a közös beadták a munkájuk gyümölcsét, és onnan kiosztották. És hát ugye körülbelül 30 ilyen redukció volt, ilyen kis ugye indián tele, és mintegy 150 ezer indián volt ezekben. Aztán amikor 1273-ban a jezsuitákat betiltották, ugye feloszlatták, akkor az redukciók is megszűntek, és a portugálok meg a spanyolok bekeverezték őket. Itt is látszik egy szép ilyen kapu, ami hát ilyen helyi barosztílusra van, tehát hogy a helyi lakosság ugye a kereszténységet befogadva, mint egy, hát fölszabadult az ő kreativitásuk és gyönyörű szép ugye építészeti, meg egyéb műtárgyakat is hoztak létre. Tehát
Aztán egy külön probléma volt, az Afrikából oda hozott ugye néger lakossággal kapcsolatban, hogy hát ezeket is rabszolgának akarták, és mindenképpen ugye dolgoztatni ingyen. Na most Kláver Szent Péter volt az a pap, aki ezeket a rabszolgákat már a kikötőbe fogadta, és hát ugye gondoskodott róluk, az ő testi-lelki szükségleteikről, és misszionálta őket. Tehát a néger rabszolgáknak az apostola Kláver Szent Péter. Észak-Amerikában ott megint csak a jezsuiták működtek, két vértanút is tisztelünk, Zsók Szent Izsák és Brébőv Szent János voltak azok, akiket ugye hát a huronok megégettek elevenen, és azért a kezdeti sikertelenségek után ott is megindul ez a bizonyos ugye misszió. Huronok és irokézek ugye megtérítése történt ott. Na szóval röviden ennyi ezekről a missziókról, főleg most vasárnap volt ugye a missziós vasárnap, és hát azt látjuk, hogy a tridenti zsinat után az egyház ugye erőre kapva, tisztázva maga tanítását, bőségesen ugye szentekkel gazdagítva, lelkiségében megújulva, hát képes volt egész új kontinenseket is ugye hát Krisztushoz vezetni, evangelizálni, és hát manapság már tényleg ott tartunk, hogy ezeken a vidékeken van több keresztény, mint ugye az ősi Európában, és nagyon sokszor onnan jönnek már misszionálni minket. Tehát mindenképpen az az áldozat, az az erőfeszítés, az a sok vértanú, ugye szenvedés, ami ott történt, az szépen lassan beérett és gyümölcsöt hozott. Na de most egy másik témára térek át, ami az újkori, ugye hit és tudomány viszonya, egyház és ugye a első mai értelembe vett tudósok, természettudósoknak a kapcsolata. Nagyon problémás, mert ezt is állandóan kiforgatják, és állandóan úgy próbálják beállítani, hogy az egyház ugye mint a haladás, a tudomány, a tudományos fejlődés ellensége, sötét középkori babonáknak ugye az őre, és itt két nevet szoktak említeni legfőjebb, amikor az egyházat így támadják, az egyik Giordano Bruno, a másik Galileo Galilei. Mind a kettőben az közös volt ugyan, hogy hát eléggé kiállhatatlan alakok voltak, tehát aki nem értett velük egyet mindenben, az tökfej, az buta, az elmaradott, az ugye tudománytalan, stb. Tehát a magabiztosság túltenged bennük, az biztos. Ami viszont különbség, hogy az egyik, a Galileo, az valódi tudós volt, és valódi tudományos eredményei voltak, sőt olyannyira, hogy manapság őt már, például Einstein, őt ugye a modern természettudományok atyának nevezte. A Giordano Bruno az pedig egy szélhámos volt, inkább egy sarlatán. Volt egy-két nagyon jó meglátása, ami később beigazolódott, de alapvetően szélhámos volt, és ráadásul domonkor szerzetes létére hát töménytelen mennyiségű eretnekséget vallott. Ami miatt őt aztán meg is égették, ugye, mágián. Rómában van egy kis tér, ugye a Piazza Navonától nem messze, a Campo dei Fiori, a virágoknak a tere. Én amikor ott jártam, hát engem nem a virágok ragadtak meg, hanem a borzasztó erős halszag. Mert hát csupa ilyen halálos van, hogy nem annyira kellemes terecske ez. És középen ugye hát ott van egy domonkos habitusba, csukjába bújtatott ugye férfi ember, aki hát büszkén dacol az egyházzal és az egyház sötét ugye praktikáival. Hát ezt ugye akkor emelték ezt a szobrot, amikor Garibaldiék ugye az egységes Olaszországért küzdve ugye szembefordultak a pápával, és hát mindennek elmondták a katolikus egyházat, mert ugye hát a pápa nem engedte hát nekik a pápai állam területeit. Minden esetre szóval ez a szobor a egyház ellenes polémia hevében született. Viszont Galileo Galilei
egy hívő katolikus volt egész életében, és úgy is halt meg. Tehát annak ellenére, hogy önfejű volt, makacs volt, hogy eléggé kiállhatatlan természetű volt, de hát a végén ugye őt viszont végig az egyház javadalmazta, az egyház ugye pénzelte őt, pápai járadékot is kapott élete végéig, és ugye halálos ágyán kérte a szentségeket, egyházi temetésben részesült, volt neki ugye 3 törvénytelen gyermeke, annak ellenére, hogy papnak tanult eleinte, de hát azért később másfelé ment az élete, és a 3 házasság kívüli gyermeke közül 2 apáca lett. Tehát mondjuk mondhatni, hogy meglehetősen ugye hát azért nem egy egyház ellenes, vagy egy egyháztól eltávolodott ember volt ő. Na nézzük hát ezt a Giordano Brunót. Ugye hát ő Nola városában született, 17 éves korában belép a domonkos rendbe, és már itt is megmutatkozik az ő hát szabad hát gondolkodás módja és szellemisége. Azt mondja, hogy egy sok mindenben őrült zseninek mondható. Ugyanakkor nagyzási mániában szenvedő, művel, de önimádó, rosszindulatú, sőt utálatos, zsörtölődő provokátor, szélhámos és anarchista, fennhéjázó arroganciával és fellengzős magamutatókatással való készséggel felvértezve. Ezt írta az egyik kortársa róla. Ugye a tudományos téren az ő alaptétele ugye az volt, hogy az addigi ptolemaioszi vagy arisztotelészi geocentrikus földközpontú világkép helyett ő ugye a kopernikuszi asztronómiát, a napközpontú heliocentrikus ugye világképet hirdette, de ezt ugye ő nem úgy csinálta, mint Galilei, hogy nézte a bolygókat, ugye távcsővel elemezte a különböző égi jelenségeket, számításokat végzett, kísérletezett. Hát ugye az a természettudomány alapja, hogy kísérletezünk, és hát bizonyos következtetéseket levonunk, hanem ő ugye filozófiai spekulációkra alapozott, és alapvetően a Hermes Trismegistos, tehát ilyen okkult irodalomból merített, amikor ezekkel foglalkozott. Mondjuk egy nagyon találó és később beigazolódott tétele az volt, hogy a csillagok azok valójában távoli napok, amelyeknek lehetnek saját bolygóik, amelyek ugye a csillagok körül forognak, tehát mondjuk ez egy igen-igen találó gondolata volt. De például nagyon szívesen áttévedett a teológia területére is, már kezdő domonkos szerzetes korában kétségbe vonta a Szent Háromságot és Krisztus istenségét. Például ez egy nyíltan ariánus nézeteket vallott, aztán ugye hát itt föl is sorolták az ő többi nézetét. Krisztus nem Isten volt, hanem mesteri varázsló, aki az embereket orruknál fogva vezette, ezért joggal akasztották fel, nem pedig keresztre feszítették. Ez volt Giordano Bruno egyik tétele. A proféták és az apostolok istentelenek voltak, néhányukat varázslóként felakasztották. Aztán ugye azt mondja például, hogy számtalan világ létezik, és a világ valójában azonos Istennel, tehát a panteizmust hirdette, a világot azonosította Istennel, vallotta a lélekvándorlást, sőt azt is vallotta, hogy egy lélek egyszerre két testben is élhet, tehát egyszerre két ugyanaz a lélek két testben. Ami miatt őt nagyon keresték sokan a világi hatalmasságok is, ugye, hogy ő alkémiával is foglalkozott, és hát tőle várták, hogy az aranycsinálásnak a ugye, titkát megfejtheti, és megtudhatják tőle. Aztán például azt állította, hogy Mózes, ja, hogy a világ öröktől fogva létezik, hogy Mózes a csodákat a mágia segítségével hajtotta végre, hogy a mózesi törvényeket ő maga találta ki, hogy csak a zsidók származnak Ádámtól és Évától, a többi ember pedig két lénytől, akiket egy nappal előbb teremtett az Isten. Például ilyen nagyon érdekes, mondom, ilyen össze-vissza halandzsa,
A Szentírás megtévesztés, az ördög pedig olykor áldásos tevékenységet is végbe tud vinni. Tehát ezek után ne csodálkozzunk, hogy az egyház némi gyanakvással tekintette őt. Na most ugye, amikor látta, hogy így a domonkos rendben nem fogja sokra vinni ilyen nézetekkel, akkor levetette a domonkos habitust, és hova menekült? Hát egyenesen Genfbe, Kálvinékhoz. Na most ott nyíltan, ugye, hát a kálvinista vallásra kellett áttérni, azt mondja, hogy zseniálisan tudta magát előadni. A Szentírás tudósa, az igaz evangélium hirdetője, tehát hosszú-hosszú címeket tudott mondani, de hát mivel hogy kiállhatatlan volt, ezért az egyik ottani genfi professzorral olyan szinten összekaptak, hogy menekülnie kellett Genfből, és ki is közösítették őt a kálvinista egyházból. Hova menekült? Hát Wittenbergbe, a luteránusokhoz. Na most ott már luteránus volt. De nem sokáig maradt természetesen ott sem, mert ott is a kiállhatatlansága miatt menekülnie kellett, tehát olyan ember, aki mindenütt megpróbálkozott, és mindenhonnan elzavarták, ugye. Azt mondja, hogy néha visszavette a domonkos habitust is, mikor? Hát amikor mondjuk domonkos kolostorokba akart megszállni, vagy azt várta, hogy pár napig tartsák el, etessék, itassák, adjanak szállást. Tehát ő nagyon-nagyon tudta, hogy mi válik az ő hasznára. És igen, szóval többször a világi uralkodóknál is, hatalmasságoknál is menedéket keresett, azonban miután nem sikerült neki ugye a mágiával és az alkémiával aranyat produkálni, ezért ők se sokáig hát tűrték is, és etették őt. Na most ugye az egyik helyi, vagyis akkori nagyon híres csillagász, Tycho de Brahe azt mondta, hogy a nólai Bruno, ugye mert Nolából származott, az valójában nulla Bruno, tehát nullát ér az ő tudása, és azt mondja, hogy a végtelen címek is egyéb fantasztikus bohózatok embere. Ennek mondta őt ez a korabeli tudós ember. De hát az ő számára viszont mindenki, aki nem értett egyet vele, az semmire kelő pedáns, hitván szájhős, ostoba faun és tudatlan szamár. Tehát ilyen címekkel illette a tudós társait, ugye idéző jelbe. Igen, nagyon udvarolt első Erzsébet angol királynőnek is, amikor ugye várt tőle valami hasznot, akkor Anglia nimfájaként, egyedüli diánaként és isteni királynőként emlegette, de hát aztán miután ott is hát eléggé összerúgta vele a port, akkor felszólították, hogy legyen szíves távozni Párizsba, akkor Párizsba ment éppen. De hát ugye mondani se kell, hogy ott se volt túl sok sikere. No, szóval lényeg az, hogy a végén, mivel hogy hivatalosan sohasem hagyta el a domonkos rendet, ugye mégiscsak a római inkvizíció ugye fönnhatósága alá tartozott, és így aztán 1593 elején Rómába vitték az inkvizíció elé, ugye, hogy feleljen a nézeteiért és a tetteiért. Egyébként az egyáltalán nem igaz, hogy megkínozták volna, mivel hogy a pápa úgy vélte, hogy Brunónak a vétkessége és az eretnegsége az teljesen bizonyos, ezért nem engedte őt kínosztatni, tehát nem volt mit bizonyítani, a bizonyság nyilvánvaló volt, és aztán ugye hát elvégezték vele azt a rítust, amit ilyenkor csináltak, ez volt az úgynevezett degradáció rítusa, tehát hogy liturgikusan megfosztották őt a papi rendtől és mindenfajta szenteléstől, és átadták a világi hatalomnak, amely ugye hát őt halálra ítélte. Állítólag a bíró előtt azt mondta, hogy nincs mit átgondolnom, nem is tudom, mit kéne másképp látnom, és azt mondja, hogy nektek jobban kell félnetek, mint nekem. Tehát ez volt az utolsó mondata az ő ugye elítélői felé. Hát ugye lényegében azt mondja, hogy hát egy eléggé szerencsétlen ember volt. Ő 1600. február 17-én égették őt meg. Viszont a felvilágosodás folyamán, és főleg hát a különböző szabadkőműves ugye, szerzők
tolla nyomán, ő valamiképpen mártírrá és mítosszá vált, mint a tudomány, ugye hihetetlen nagy pionírja és úttörője, pedig hát mondjuk a tudományhoz nem annyira sok köze volt neki. Nagyon-nagyon tudott ugye manipulálni emberekkel, nagyon tudott hízelegni, nagyon tudta magát eladni, de lényegében hát ugye valahogy mindig lebukott ezzel. No, minden esetre Galileo Galilei egy egészen más típusú ember, ugye hát ő Pízában született, de aztán később Firenze lett az ő ugye fő székhelye, működésének a helye. Az ő alaptétele is az, hogy az addigi ugye földközpontú ugye rendszert helyett, ő ugye a kopernikuszi napközpontú rendszert propagálta. Egyébként Nikolaus Kopernikus, aki ugye hát a földközpontú, vagyis a napközpontú ugye rendszernek úgymond az atya, hát ő maga is nem csak hogy hívő katolikus volt, hanem egy lengyel kanonok is pap, tehát ugye ahogy tudjuk, hogy későbbiek folyamán is a genetika atya, Gregor Mendel is egy ágostonos kanonok volt, még a, ugye a, az ősrobbanás elmélet atya is egy Georges Lemaître nevezetű francia pap volt, tehát azért bőségesen akadtak ugye természettudós papok. Így az egyik első Nikolaus Kopernikus, és ő is ezt az egész ötletet, hogy a nap van a világ központjában, ez Szamoszi Arisztarkos, Krisztus előtti ugye 3.-4. századi filozófustól vette. Tehát ugye ezt már akkor sejtették és tudták, de hát ugye miért nem vált ez általánossá? Hát azért, mert az embernek alapvetően ugye innen a földről az a benyomása, hogy a nap kell és a nap lenyugszik, tehát a nap mozog. Mi most nem érezzük azt, hogy mozognánk, pedig hát őrült sebességgel ugye pörgünk magunk körül is, a nap körül is, meg az egész galaxis ugye száguld a világűrbe, de semmit nem érzünk ebből. Na most Galileo ugye hogy próbálta bizonyítani azt, hogy hát a ugye nap szilárdan ugye ott áll a világegyetem közepén, és a Föld forog körülötte, és önmaga körül. Hát például az egyik bizonyítéknak azt vélte, hogy az apá is a dagály, az azért van, mert a Föld rászkódik, és közben hát ugye hát a víz ilyen módon, hát ugye egyenetlen. Most tudjuk, hogy ez nem így van, hanem az apá is a dagály az a Hold gravitációja miatt van. És egy másik nagy tudós, ugye a Kepler, nagy csillagász, az figyelmeztette is Galileo Galileit, hogy az árapály az a Hold miatt van. És kinevette. Tudatlan, buta, ugye szemfényvesztőnek mondta Keplert, Galileo Galilei, hogy hát ez nem igaz. Mert ugye azt még nem gondolták, hogy a Föld is, hogy a Hold is ugye kering a Föld körül, sőt mondjuk volt egy ilyen érv is, hogy hát ha a Föld mozogna, akkor maga elhagyná a Holdat is, a Hold valahogy leszakadna és ott maradna. Tehát ez nem volt egyértelmű, hogy itt több keringés és több összetartozás van. Most, hogy miért nem akarták annyira elfogadni ezt a napközpontú rendszert? Mert a középkori ember a Biblia alapján nagyon átérezte, hogy az Isten tervében az embernek egy központi, nagyon fontos helye van. És hogyha a Földet kivesszük a világegyetem fizikai központjából, akkor ez olyan, mintha degradálnánk, leépítenénk az embert, mintha az ember ezáltal ugye csökkenne az ő jelentősége Isten szemében is. Pedig hát tudjuk, hogy a kettő független egymástól. Hát egyelőre bármennyire is kutatjuk a világűrt, meg hát a távoli galaxisokat, eddig csak itt találtunk értelmes életet, vagy egyáltalán bármilyen életet. Tehát már ez is valami fajta privilegizált helyzetet jelent. No, minden esetre Galileinek ugye nagyon jó volt ez a tudományos módszere, tehát ő ugye tovább fejlesztette a már létező távcsövet, és aztán nagyon jó üzletet is csinált belőle, mert eladta a tengerészeknek, akiknek ugye nagy szükségük volt a távcsövekre. Tehát valami 8-10-szer erősebbet távcsöveket készített, mint ami akkoriban létezett, és ezzel ugye például fölfedezte a Jupiter holdjait, amiket aztán róla is neveztek el,
vagy ugye például felfedezte azt, hogy a hold az nem egy egyenletes, sima sík, tehát mert úgy volt a arisztotelészi világképben, hogy az összes bolygó az egy teljesen tökéletes szféra, tehát hogy semmi egyenletlenség nincs rajta, és Galilei nézte ugye a hold felszínet, és látta, hogy vannak árnyak, világosabb részek, tehát vannak hegyek, völgyek a holdon, és ő volt az első, aki ezt felfedezte. Vagy ugye hát a Vénuszt is megfigyelte bizonyos ugye fázisokat a Vénusznak a megvilágítottságában is felfedezett. Tehát nagyon sok minden okosat tudott, és hát ez alapján ugye erősködött a heliocentrikus világkép bevezetése mellett. De azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az ellenfele is, akik szintén tudós csillagászok voltak, a kornak az elismert ugye, tudósai, azok se voltak azért annyira buták. Tehát őnekik is voltak érvei, és bizonyítékot követeltek Galileitől. És az egyház is azt mondta, hogy jó, taníthatod a heliocentrizmust, mint elméletet. És lehetséges, ahogy Kopernikus se ítélte el senki, sőt a pápa olvasta a könyveit és támogatta őt. Taníthatod, mint elméletet, de amíg nincsenek egészen jó bizonyítékaid, és meggyőző bizonyítékaid, és meg nem győzöd a tudományos közvélemény, addig nem mondhatod, hogy ez biztos igazság, és mindenkinek kényszerűséggel el kell fogadni. Mert például az egyik ilyen bizonyíték az az volt, hogy ugye, amit követeltek tőle, az úgynevezett parallax jelensége. Tehát ugye a parallax az azt jelenti, hogyha például most innen nézem a Csabát, akkor a háttér az a vas, ugye, micsoda lesz, tehát azok a lézek. Na most, ha innen nézem őt, akkor ugye mondjuk ez a függöny lesz a háttere. De ez azért van, mert én mozgok, ugye, és hát más pozícióban nézem. De akárhogy is nézték a korabeli távcsövekkel a csillagokat, nem látták ezt a háttér eltolódást, vagy ezt a háttér ugye változást, és aztán csak később is mondták, hogy hát ha mozogna a Föld, akkor valójában ezt látni kéne, hogy a háttér ugye változik. Tehát a csillagoknál nem mindig ugyanazt a csillagképet látjuk, vagy a háttere. És aztán csak sokkal később válaszolták meg, hogy van ez az eltolódás, ez a parallax jelenség, csak ugye nagyon pici, sokkal jobb távcsövek kellenek, hogy felfedezzük, és valójában ugye ez azért olyan pici, mert a csillagok sokkal messzebb vannak, mint ahogy azt akkoriban gondolták. Ugye? Szóval egyszerűen arról volt szó, hogy a Galilei nagyon erősen állította az ő elméletét, de nem bizonyította kellőképpen. Aztán kiderült például, hogy bizonyos számításai azért sem stimmeltek, mert ő ugye úgy gondolta, és ezt átvette a geocentrikus világképből, hogy a bolygók pályái azok tökéletes kört alkotnak. És mi tudjuk, hogy nem, hanem inkább oválisak, tehát inkább ellipszis alakúak, és emiatt ugye, hát vannak bizonyos jelenségek, amelyeket nem lehet igazolni, úgyhogy ha tökéletes körpályákat tételezünk föl. Szóval egy csomó minden bizonytalan elem volt az ő elméletében. No, szóval aztán nagyon jó barátja volt Galileinek Maffeo Barberini, bíboros, akit később megválasztottak pápának 8. Orbán néven. Hát ő arról is híres, hogy például ő a mai Szent Péter Bazilika építője. Tehát az a gyönyörű szép pápai oltár, azon Barberini pápának a címere van, a három nagy méhecskével, ugye. És hát ezt nagyon-nagyon rossz néven vették a korabeliek, mert hogy ő ugye a ókori Róma építészeti elemeit használta föl, például ugye ókori templomokból ezeket az oszlopokat átemelte, vagy anyagokat átemelt, és beépítette a Szent Péterbe, és ezért mondták is, hogy quod non fecerunt barbari,
Fécit Barberini, amit a barbárok nem tudtak megcsinálni, az Barberini most megcsinálta. Meg egy nagy latinista volt, úgyhogy teljesen átfogalmazta például az egyház zsolozsmájának a himnuszait, és akkor ott Vénusztól és Bakusztól elkezdve Olimposzig minden volt ezekben a himnuszokban, mert ugye a korabeli humanizmus és reneszánsz szellem azt kívánta, hogy ezt a primitív középkori latinságot ezt hagyjuk el, és térjük vissza Ciceróhoz, meg hát az igazi latin klasszikus. És hát ugye ott a nagybőti himnuszban is úgy volt, hogy Bacchus meneküljön, Vénuszt is felejtsük el, mert nem jutunk el az Olimposzra, hogyha őket követjük. Tehát az élvezkedést és a dőzsölést, stb. Na, szóval egy kicsit ez a háttér, hogy a Maffeo Barberini, a 8. Orbán pápa, egy tipikus ilyen reneszánsz ember volt, tehát mindenféle újdonságra nyitott volt, és ő Galileinak nagy barátja volt és nagy támogatója, úgyhogy Galileinek nem egy könyvét, ugye pontosan a pápa anyag támogatásával adták ki, meg élete végéig kapott egy bizonyos összeget, amit folyósítottak neki havi alapon. Akkor rúgták össze a port a pápával, amikor Galilei egy tudományos könyvet írt, és ez is jellemző, hogy akkoriban ugye minden tudományos könyv latinul íródott, Galilei nem, ő olaszul írta, csak azért is, hogy dacoljon, ugye? És hát ez az úgynevezett dialógus volt, dialógus a két világkép ugye hívei között. És a dialógus az úgy történt, hogy különböző szerepeket osztott ki, és a pápának a véleményét azt egy Simplicius nevezetű irodalmi alaknak a szájába adta. A Simplicius az annyit jelent, hogy egyszerű, de annyit is jelenthet, hogy együgyű. Tehát magyarul a pápának a szerepét egy udvari bolondra testálta. Hát ezek után, hogy a pápa pénzelte a könyv megjelenését, és támogatta őt az ellenségvel szemben, egy kicsit pipa lett a pápa. Szóval egy picit megvonta tőle a támogatást, ezek után talán nem is annyira csodálkozunk ezen. No, szóval itt kezdődött az igazi gond, és itt kerül aztán Galilei az inkvizíció elé, és nem azért, amit tanított, mert ugye Kopernikus büntetlenül taníthatta ezt az egészet, hanem azért, mert ugye nagyon makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy ez biztos bizonyított igazság, és mindenki, aki mást állít, az tudatlan, buta, szamár, és azt el kell hallgattatni. Tehát ezt a magabiztosságot kifogásolta az egyház, és hát gyakorlatilag ugye az inkvizíció előtt, na most itt is egy csomó ilyen fölvilágosodáskori szabadkőműves legenda terjedt el, hogy ugye Galileit valami ugye sötét, nedves patkányokkal teli pincébe zárták, ugye bilincsek közé, és ott naponta ötször megkínozták. Nem igaz, semmi se igaz belőle, egyáltalán nem, hanem Galileit ugye a házi fogságra ítélték, most mindjárt megtalálom, hogy pontosan ugye hol is volt ez a házi fogság, igen. Igen, azt mondja, hogy egy Medici villába, majd barátja Ascanio Piccolomini püspök palotájában, Siena-ba, végül Firenzében volt a saját otthonában, ahol ugye hát öt tágas terem és saját szolgák álltak a rendelkezésére, tehát nem egy patkányos pince volt semmiképpen. Amire őt ítélték, egyrészt, hogy kérjen bocsánatot a pápától, és hogy vallja meg azt, hogy ugye ő a katolikus egyház hűséges fia, elfogadja a katolikus tanítást, és hogy a heliocentrizmust elméletként tanítja, és nem abszolút biztos, tökéletes igazságként. Az ítélete az volt, hogy 3 éven keresztül, figyeljünk csak, szörnyű dolgot kellett művelnie, hetente egyszer el kellett imádkozni a 7 bűnbánati zsoltárt. Ez volt az ítélet, ugye? Hát azt hiszem, hogy ez nem is mondjuk, aki mondjuk már próbálta, én nem tudok róla, hogy bárki is belehalt volna ebbe.
Sőt, lehet, hogy még a javára is vált a lelki üdvének Galileónak, tehát egy kicsit úgy leszállt a lóról is, hogy kicsit úgy a hiúságát leengedték. Aztán ugye van ez a legenda, hogy amikor letette ezt a hitvallást, és visszavonta a tanait az inkvizíció előtt, hogy akkor azért mégiscsak azt mondta, hogy e pur si muove, akkor is mozog ugye a föld. Na most ez nem igaz, ez biztos, hogy csak egy később az utókor szüleménye, és az a híres 1645-ös festmény is, ahol az kegyetlen, gonosz tekintetű inkvizíció előtt áll a sötét börtönbe, az is ez a Murillo festmény, az egy sokkal későbbi ugye festmény, ahol hát nem titkolt egyházellenes céllal így ugye festették meg. Tehát egyszerűen azt kellett ugye neki megtennie az inkvizíció előtt, hogy letérdelt egy párnára az oltár előtt, rátette kezét a Bibliára, és elmondott egy jogi formulát, amely egy hűségnyilatkozat volt az egyház felé, melyben kijelentette, hogy mindig hittem, jelenleg is hiszek, és a jövőben is Isten segedelmével hinni akarok mindent, ami a katolikus és apostoli egyház igaznak tart, prédikál és tanít. Hát azt hiszem, hogy ezt bármelyik igaz hitű katolikus leteheti, ezt a fajta hitvallást. No, szóval ilyen dolgok voltak, és nyilvánvaló, ahogy mondtam is a végén, hogy őt ugye az egyház nem sokkal később rehabilitálta, tehát 1687-ben Isaac Newton bebizonyította valóban a gravitáció törvényeinek a felfedezésével a kopernikuszi, a napközpontú világképet, és aztán 1741-ben az egyház is rehabilitálta Galileit. A pápa a galilei összes művére megadta az engedélyt, az imprimáturt, hogy nyomtathatják és kiadhatják. Majd ugye legutóbb 1992-ben, ugye második János Pál volt az, aki hát igazából nem bocsánatot kért ugye a tudománytól az egyház nevében, hanem igazából ugye fölülvizsgálták és megsemmisítették az egykori ítéletet, és tulajdonképpen egy ilyen buzdítást intézett a pápa a világhoz, a tudomány és a ugye hit összhangjáról. Tehát, hogy valójában, ahogy mondják, hogy az egyház az nem azt akarja elmagyarázni, hogy az egek hogyan mozognak, hanem hogy hogyan lehet az égbe jutni. Tehát más a megközelítési szempontunk, más a célunk, de ugyanakkor a kettő igazság nem zárja ki egymást, ami abból is látszik, hogy a természettudósok nagy része is hívő. Még maga Charles Darwin is azt mondta, amikor megkérdezték, hogy az evolúció honnan indult ki, akkor azt mondta, hogy az evolúció láncolata a mindenható trónjához van kötve. Tehát, hogy onnan, még ő is ezt vallotta. Tehát ugye egy kicsit őt az egyház ellenségeit, mármint Galileit ugye, hát kisajátították is, és a saját céljaikra felhasználták, holott ő valójában minden gyengesége és makacsága ellenére mindvégig hívő katolikus volt, és ugye hát az egyházzal teljes békében, szentségekkel megerősítve halt meg, úgyhogy mind haláláig valójában az egyház hát megvédte őt ugye akár a tudományos életben az ellenségeitől is, és hát ugye tulajdonképpen az egyháznak a járadékán élt és működött, és mindaz, amit ő elért, tudományosan is az egyháznak ugye anyagi támogatásával tudta elérni. Egyébként még csak egy nevet említek, hogy akár Giordano Bruno, akár Galileo Galilei peréhez és ügyéhez kapcsolódik egy szentnek a neve is, akit úgy hívtak, hogy Bellarmin Szent Róbert. Ugye ő egyház tanító is volt, aki ismeri az Alácsi Ervin atyát, ugye aki tábori lelkész Szegeden, ő ugye a doktoriát is Bellarmin Szent Róbert krisztológiájából írta, és azt mondta, hogy tele van Rómában a Gregoriana Egyetem könyvtára Bellarmin saját kezű műveivel, akit senki ki se nyitott,
és nem is fordítottak le, pedig hát óriási értékek vannak benne, egy hihetetlen nagy koponya volt, tehát az egész Bibliát végig kommentálta az egyházatyáknak a segítségével, hogy hát ez a Bellarmine volt az, aki Giordano Brunót is, Galileit is előzetesen figyelmeztette, tehát behívta egy magánbeszélgetésre, hogy édes barátom, ez, amit te csinálsz, ez nem jó felé vezet, ez óriási veszélyekbe sodor téged, légy egy kicsit higgadtabb, ne légy olyan makacs, egy kicsit hallgass ránk is, lassíts a tempóból, vedd vissza ezt a nagy hevességedet. Csak annyit kértek tőle, és ez se sikerült. És ugye Bellarmine-t is akkor megrágalmazták, hogy ő is olyan kegyetlen inkvizítor, aki ugye vasvillával tépdeste ugye a tudósoknak a húsát, meg mit tudom én, égette őket élvezettel a mágián. Tehát semmi ebből nem igaz, Bellarmine maga is egy nagyon tudós ember volt, aki mondjuk konkrétan Galileinak a javát akarta, és pontosan azért került az inkvizíció elé, mert ezt a jóindulatú figyelmeztetést nem vette komolyan is, nem, ugye a stílusán nem változtatott. De mondom szóval, hogy magát a tartalmat, azt, hogy most a Föld vagy a Nap van-e a világ mindenség központjába, ezt az egyház soha nem dogmatizálta. Ugye volt egy ilyen elképzelés, hogy amikor a teremtés történet leírja, hogy ugye Isten létrehozza a Földet, és akkor ugye hát az égboltot fölékesíti a nappal, a holddal, a csillagokkal, ugye, hogy ez azt sugalná, mintha azok keringenének ugye a Föld körül. De hát valójában, szóval ez Krisztus előtt a 8. században keletkezett ez a teremtés történet, és nyilván, hogy a földi lakóknak a szempontjából nézi a mindenséget, és a korabeli nyelvezettel, a korabeli kultúra, a korabeli ismeret szintnek megfelelően fogalmaz, vagy ugye sokan idézték a 104. Zsoltár, hogy a Földet biztos alapra helyezted, nem ignog meg az idők folyamán, hogy ezzel ugye így próbálták erősíteni azt, hogy hát a Föld a világ mindenség központja is mozdulatlan, de hát ugye nagyon helyesen még Bellarmine is azt mondta, hogy nem biztos, hogy a Bibliát csak ilyen módon lehet értelmezni, mert ha nem szó szerint értjük, hanem hogyha figyelembe vesszük a korabeli ugye nyelvezetet, kifejezés módot, stb. Az irodalmi műfajt, akkor bizony hát lehet a Bibliát átvitt értelemben is értelmezni bizonyos helyeken, mert a Biblia nem csillagászati tudományos mű, nem fizika tankönyv, nem kémia tankönyv, nem biológia tankönyv, egy vallási könyv. Alapvetően az egyházatyák is Szent Ágostontól elkezdve ugye lehetővé tették azt, hogy bizonyos részeket, amelyek nem a hitre, meg az erkölcsre vonatkoznak, hogy lehet költői módon átvitt értelembe értelmezni, és ilyen módon elkerülhetjük ezeket a látszólagos ellentmondásokat, mert nem zárja ki egymást, hanem ugye, ahogy mondtuk, hogy kiegészíti egymást, és más szemszögből próbálja ugye az igazságot feltárni. Szóval valahogy én ezt gondoltam mára, úgyhogy egyébként ez a könyv, a Michael Hazeman, a Sötét alakok, ezt mindenkinek ajánlom, az ilyen történelmi, ugye, hát különböző sötét legendákat és vádakat próbálja tisztába tenni, és próbálja ugye megvilágítani. Hát nagyon-nagyon érdekes olvasmány. Ajánlom minden érdeklődőnek.